Kérem, szavazzanak! Már másfél hónapja, hogy a Magyar Országgyűlés kormánypárti többsége és a Jobbik megszavazta az úgynevezett pedofiltörvényt, bírálói szerint benne homofób és gyűlöletkeltő passzusokkal. Sokan csak azért vettek részt a múlt hétvégén tartott Budapest Pride-on, hogy kifejezzék a tiltakozásukat, mondták a szervezők. Sok olyan ember volt, aki, aki konkrétan, amikor megkérdezték, hogy miért jött ki a pride akkor ezt fogalmazta meg, hogy, hogy neki most lett elege. Ezt a fotót Matt Bishop, a Forma 1-es Aston Martin csapat kommunikációs vezetője osztotta meg a Twitteren. A szivárványos cipőt Sebastian Vettel négyszeres világbajnok viselte csütörtökön, amikor megérkezett a hungaroringre, a magyar Nagy -díj előtti sajtótájékoztatóra. Ott pedig azt mondta, nyomasztónak tartom, hogy egy olyan ország, amelyik az Európai Unió tagja, ilyen törvényt hoz. A hétszeres világbajnok Louis Hamilton pedig az Instagramon biztosította támogatásáról az LMBTQ közösséget. Mindenki megérdemli a szabadságot, hogy önmaga legyen, mindegy, hogy kit szeret, vagy milyen az identitása, írta a világsztár. Orbán Viktor miniszterelnök számtalan alkalommal elmondta az interjúi során, hogy a magyar társadalom az toleráns, tehát például a melegekkel kapcsolatosan semmilyen ellenérzést nem szeretnének szítani. Deák Dániel politológus a Schmitt Mária által vezetett kormány közeli 21. század intézet vezető elemzője szerinte a kormány a nemzetközi LMBTQ lobbitól akarja megvédeni a gyerekeket. Hogyha a Louis Hamilton vagy bármelyik brüsszeli politikus azt szeretné, hogy a gyermekvédelmi törvényről szóló népszavazáson magas legyen a részvétel, miért többen menjenek el rá, akkor még sok ilyen nyilatkozatot kell tenniük, hiszen az értelmeszerűen élénkíti a politikai vitát is Magyarországon. És hát egyébként ezek a nyilatkozatok jól rámutatnak arra, hogy egy nagyon komoly lobby ilyen nagyon komoly hálózat dolgozik azon, hogy Magyarországnak az álláspontja ebben a kérdésebben megváltozzon. Varga Judit igazságügyi miniszter is reagált Louis Hamilton posztjára. A Facebookon azt írta, a cipész maradjon a kaptafánál, a Forma 1 pilóta pedig az autóversenyzésnél. Fekete Győr András a Momentum miniszterelnök jelöltje erre azt írta, Varga Judit foglalkozhatna a lehallgatási botrány tisztázásával is, ahelyett, hogy George Clooney után Hamiltonnal próbál Facebookon keresztül kommunikálni.